Mintegy 2000 ember gyűlt össze tegnap a kolozsvári Avram Jankó nemzetközi repülőtér parkolójában. Mindannyian németországi idénymunkát vállaltak és felszerettek volna szállni a repülőgépükre. A tömegről készült felvételek robbanásszerűen járták körbe a hazai sajtót. Ma is több száz vendégmunkás várakozott a reptéren, a hatóságok igyekeztek szétszórni őket a parkolóban. Ezek a felvételek a tegnapi nap folyamán járták körbe a sajtót. A koronavírus járvány kellős közepén a szezonmunkára induló emberek csoportokba verődve várakoztak a reptéri terminál bejáratai előtt. Több repülőjárat is indult Németországba egymáshoz nagyon közeli időpontokban, ezért egy időben szállították a repülőtérre a külföldre utazó vendégmunkásokat az ország több pontjából. A tegnapi nap folyamán több ezer ember zsúfolódott össze itt a kolozsvári nemzetközi repülőtéren, ők mindannyian külföldi idénymunkára indultak, és láthatólag a hatóságok nem voltak erre a tömegre felkészülve, ugyanis az emberek nem tartották be a hatóság előírásait, nem tartották be a másfél-két méteres távolságot. A biztonsági őröknek nem sikerült megfelelően kezelni a helyzetet. Ludovik Orbán miniszterelnök a tegnap esti kormányülésen azt nyilatkozta a kolozsvári incidens kapcsán, hogy a repülőtér igazgatója nem tájékoztatta a hatóságokat a repülőjáratok indulásáról. Ezért nem tudtak megfelelő intézkedéseket hozni ez ügyben. A belügyminiszternek azonnali nyomozást kell indítania, elfogadhatatlan, ami ott történt. Minden hatalmunkat fel kell használnunk ahhoz, hogy felelősségre tudjuk vonni a repülőtér menedzserét, aki nem tájékoztatta sem a sürgő esetek megyei bizottságát, sem pedig a prefektust ezekről a járatokról. Az incidens kapcsán a különböző hatóságok egymásra hárították a felelősséget. Az ügyészség a betegségek leküzdésének meghiúsítása gyanújával bűnügyi eljárást indított. A mai nap folyamán is több száz külföldre induló vendégmunkás érkezett a repülőtérre. Őket a rendőrség a másfél-két méteres távolság betartására szólította fel, és szétszórták őket a hatalmas parkoló teljes területén. Ugyanakkor védőmaszkokat osztogattak azoknak, akik enélkül érkeztek. A mai nap folyamán azonban rendeződött a helyzet, szétszórták itt az embereket a repülőtér parkolójában, betartják a másfél-két méteres előírt távolságot, és legtöbbjük védőmaszkot és kesztyűt is hord. Tegnap este kibocsátott 8-as számú katonai rendelet értelmében azonban a közlekedési tárca engedélye is szükséges bármely repülőjárat felszállására, ezért az itt tartózkodók helyzete egyelőre bizonytalan. Becslések szerint a következő időszakban 80-90 ezer román állampolgár távozik külföldre munkavállalás céljából.